Az ünnepek nélkülözhetetlenek az életünkben, lelkünket erősítik, élményeket, gondolatokat indítanak meg szívünkben, mondta köszöntőjében Nagy Tiborné intézményvezető helyettes. A szorgos munkásnapok mellett fontos megállnunk egy kis időre, egymás felé fordulni és odafigyelni egymásra. Ezért is tartjuk meg minden évben immár hagyománnyá vált pedagógus napi ünnepségünket. A pedagógus nap fontosságáról szólt köszöntőjében Balajtin és Ütő Margit intézményvezető helyettes is, aki megköszönte kollégáinak a színvonalas, magas szintű szakmai munkát. Mint minden évben, ma is megrendezésre kerül ez a gyönyörű szép ünnep, és ilyenkor el szoktunk búcsúzni a nyugdíjba vonuló kolléganőinktől, felköszöntjük a jubileumi jutalomban részesülő munkatársakat, és díjazásra kerülnek azok a dolgozók, azok az óvodák, akik ebben az évben kimagasló eredményeket értek el, illetve kimagasló munkát végeztek. Most álljunk meg egy pillanatra, és öltöztessük a szívünket szeretettel tele, hiszen úgy gondolom, hogy a mai nap, ez a mi napunk. A mai nap, ilyenkor ünnepelünk, és nagyon fontos, hogy együtt ünnepeljünk. Én kívánom, hogy mindenki szeretetteljes szívvel élje át ezt a mai délutánt. Ugyanezt tette az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester is. Önök intézményenként is nagyon sokat tesznek azért, hogy leendő óvodásaink, szülei napközben nyugodtan végezhessék munkájukat, amíg gyermekeik biztonságban és biztos kezekben vannak. És hát ugye nem olyan régen volt a városi pedagógus nap, ahol köszöntöttük a város valamennyi pedagógusát, benne természetesen az óvoda pedagógusokat, ahol szintúgy elmondtam, hogy kevés és nehéz az a munka, és felelősség teljes az a mesterség, amelyet önök végeznek, és talán nincs is ennél felelősség teljesebb, mint a pedagógusoké, hiszen nem csupán munka, hanem hivatás, mégpedig egy felemelő, szép hivatás. Emberré nevelni, tudásuk legjavát nyújtani, és követendő példaként állni, és példaként megmaradni, kitárni a világot a gyermekek előtt, elindítani őket az élet nehézségekkel, örömökkel és szépségekkel teli útján, kísérve természetesen az óvónők, az óvodapedagógusok, az ott dolgozók, folyamatos szeretetükkel ezeket a gyermekeket egy nemes feladat, amelyet Németh László így fogalmaz meg. Vezesd őket, utat ne tévesz, s magadhoz mindig hű maradj, mert élen állsz és messze látszol. Sose feledd, példa vagy. Az óvodapedagógusok, a pedagógiai munkát segítők ott vannak a gyermekek mellett, az első mondókától a felnőtt életbe való kilépésig, néha szigorral, néha vas fegyelemmel, de mindig szeretettel nevelik értékekre és az életre a rájuk bízott csemegéket. Ugye, ahogy elmondtam pedagógus napon is, és itt most mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy egy közösség értékét a benne élő, benne dolgozó tagok határozzák meg. Egy nevelési intézmény, egy óvoda értékét is a benne tevékenykedők értéke adja, hiszen munkájukkal közösséget formálnak. Talán a gyermek életében az első nagy közösséget, ahol életre szóló barátságok, gyorsan múló, de soha nem feledhető szerelmek köttetnek, ahol megtanulják a gyerekek a versenyszellemet, a megméretést, egymás tiszteletét, elfogadását, megtanulnak csapatban játszani, és bizony néha érdekeiket is érvényesíteni, vagyis megtanulják a társadalom alapvető elvárásait és alapvető törvényeit. Az ünnepi köszöntő gondolatok után a nyugdíjba vonuló kollégáktól búcsúztak. Balajtin és Ütő Margit méltatta őket, Szepesi Tibor polgármester pedig egy-egy virágcsokorral köszöntötte őket. Szarka Péterné, a Csokonai utcai óvoda óvodapedagógusa pedagógus szolgálati emlékérmet is kapott.
Őt Margaréta csoportos gyermekei és volt óvodásai is köszöntötték műsorral nyugdíjba vonulása alkalmából. Gitárral kísért Mátyus Sándor. A műsort összeállította és a gyermekeket felkészítette. Kovács Ágnes óvodapedagógus és Koncné Pece Margit nyugalmazott óvodapedagógus. A Kúten utcai óvodából Galsi Nagy Andrea 40 év után búcsúzott az óvodapedagógusi pályától, akit intézményvezető helyettes asszony búcsúztatott, és adott át neki a pedagógus szolgálati emlékérmet, Szepesi Tibor pedig virágcsokorral köszöntötte. Ebből az óvodából búcsúzott Dugár Lászlóné Ibike, nevelő munkát segítő munkatárs. Őt is az intézmény vezető helyettes búcsúztatta. Szepesi Tibor virágcsokorral köszöntötte. A nyugdíjba vonulásuk alkalmából az ünnepelteket a Kúten utcai óvodások, volt óvodások és a nevelőközösség köszöntötték. A műsort összeállította és a gyermekeket felkészítette Nagyné Pusztai Tünde óvodapedagógus. Szabó Ilona Éva Dajka a Gépgyár utcai Szím óvodából búcsúzott. Őt az intézményvezető helyettes búcsúztatta, Szepesi Tibor polgármester virágcsokorral köszöntötte, majd a Dajka nénit a Szím óvodásai és volt óvodásai köszöntötték nyugdíjba vonulása alkalmából. A gyermekeket felkészítette Tótné Török Judit óvodapedagógus és Vargáné Kállai Éva pedagógiai asszisztens. A Takács Péter utcai óvodából Posztósné Kovács Éva óvodapedagógus, tagintézményvezető 30 év után megkezdi nyugdíjas éveit. Őt is Balajtiné Sütő Margit intézményvezető helyettes búcsúztatta, majd átadta részére a pedagógus szakszolgálati emlékérmet. Szepesi Tibor polgármester pedig virágcsokorral köszöntötte. A Takács Péter utcai óvodából búcsúzott Popovicsné Nagy Mária óvodapedagógus, akit Balajtiné Sütő Margit intézményvezető helyettes asszony búcsúztatott. Szepesi Tibor virágcsokorral köszöntött. Posztósné Kovács Éva és Popovicsné Nagy Mária óvodapedagógusokat nyugdíjba vonulásuk alkalmából a Takács Péter utcai óvoda Cinke és Maci csoportos gyermekei köszöntötték, akiket Bodnárné Nagy Mária óvodapedagógus és Gyökeres Éva szakvizsgázott óvodapedagógus készített fel. Az ünnepség folytatásaként jubileumi jutalmakat adott át Szepesi Tibor polgármester és Balajtiné Sütő Margit intézményvezető helyettes. 30 éves jubileumi díjba részesült Posztósné Kovács Éva óvodapedagógus, tagóvodavezető, Nagy Julianna óvodapedagógus, Reményi Judit adminisztrátor. 40 éves jubileumi díjba részesült Szarka Péterné óvodapedagógus, Galsi Nagy Andrea óvodapedagógus, Migácsné Erdei Gyöngyi óvodapedagógus. Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros pedagógiai díjat adományozta Posztósné Kovács Éva óvodapedagógus tagintézményvezetőnek, melyet a pedagógus nap alkalmából rendezett városi ünnepség keretében vehetett át a városházán. Az elismeréséhez ezúton is sok szeretettel gratuláltak kollégái. Az intézmény által alapított díjakat az intézményvezető helyettes adta át. Az év pedagógusa a 2022-2023-as nevelési évben Vadainé Boros Beáta, a Kúten utcai óvoda óvodapedagógusa, Horvátné Balogh Barbara, a Szím óvoda óvodapedagógusa, Csapóné Horváth Marianna, a Zöldfa úti óvoda óvodapedagógusa kapta. Az év pedagógiai munkát segítő díjat kapta Vajó Edit, a Kúten utcai óvoda pedagógiai asszisztense, Színyeiné Dobrai Brigitta, az intézmény óvoda titkára. Az év óvodája a Gépgyár utcai Szím óvoda lett. A fűtők, karbantartók Elek László, Bíró István, Kovács István és Baranyai Attila éves munkáját is megköszönte az ünnepségen Balajtiné Sütő Margit. Köszöntő műsorral kedveskedtek az óvoda dolgozóinak a Kúten utcai óvoda Tündérkert mese drámajáték tehetségműhelyébe járó gyerekek. A gyermekeket felkészítette Nagyné Pusztai Tünde tehetséggondozó műhelyvezető óvodapedagógus.